Decemberben minden szombaton Csézi nyűgözül egy gyönyörű hangjával a nézőket. A Szerencse Szombat decemberi sztár vendége a 2018-as esztendő legszerencsésebb pillanatairól mesélt nekünk. Nekem a december mindig a legintenzívebb hónap, amikor majdnem minden nap történik valami, vagy koncert, vagy felvétel, vagy riport van, úgyhogy minden nap megyünk, úgyhogy nagyon nehéz megnyugodni a karácsonyra, tehát mindig ez a művészet, hogy odaérjünk, és meglegyen az a meghittség. És most pedig egy videoklippel is bűvültünk a decemberi programban, egy Rakoncai Viktor szerzeménnyel. 3 éve nem volt videoklip, úgyhogy már nagyon sokan várták, és nagy öröm számomra, hogy egy Gálföldi János a feleségével szerepel a videoklipben, mint szerelmes pár, és a Gyárpa Attila a Ripley Zsuzsival, és nagyon sok fiatal még ebben, úgyhogy remélem nagyon szép lesz, nagyon várjuk. A mai világban szerintem inkább megtartani dolgokat és kapcsolatokat a legnehezebb. Tehát nagyon örülök, hogy mi a férjemmel még mindig nagyon szépen tudunk élni, és mindig nagyon szeretjük egymást, és nagyon sok új kapcsolat is érkezett ebben az évben, amik remélem, hogy nagyon gyümölcsözőek lesznek majd a jövőre nézve. De hogyha egy gyorsat kellene mondom, ami nagyon aktuális, hogy a múlt héten hallhattam a Töröcsik Marit telefonon beszélni, és ez nagyon meghatott, és remélem, hogy jó Isten nagyon sok erőt ad neki és kitartást. Az új évben pedig számos új dologgal készülünk, de a legfontosabb talán az, hogy Vietnámba megyek koncertezni. Ez január vagy február, még pontosan nem tudom. Már régóta egyeztetés alatt van, ugye lemezt készítettünk már a vietnámiaknak, de a koncert az most fog megtörténni majd, és azt nagyon várom.